Szevasztok, ezt nektek üzenem. Mindenki, aki volt évfolyam társadalom, aki a érettségre készülik, és tömi a fejét. Bang. Bang. Gezsó, 2013. Katona. Jóska. Bácsi. Második Endre, magyarok király, a történet elején nem ment a csatába. Bánk maradt az utódpótló, ő volt az ország fenntartó. Gertrudi szelküdi Bánkot egy portjára, mert rettente hülye a politikája. Bánk váratlanul visszatér, mert Otto Melinába szinte tefér. Petúr házában összeskvét zajlik, Bánk is oda kerül és mindenkit lecsitít. Eközben Biberák elmondja Bánknak, hogy Otto és Melinda tényleg kurva. Bánk egyből hazamegy, Melinda várja, de kiderül hamar ártatlansága. Az órán keresztül beszívta a kokszot, csak ezért hagyta Ottónak, hogy megbassza. Tibor csak ki régebben megmentette Bánk. Előkerül, sem mondja, hogy csak mindenkit bánt. Bánk Otto nővére elől menekül. Biberák meggyilkolására kényszerül. Mikál Gertrudis elkapta a börtön. Ez kiborította őket rögt. Bánknak azonnal felment a cukra. És Gertrudis lett a hullon a húha. A lázadók betörtek a palotába. A palotába betörtek a lázadók? Ja, a győztes csatából hazatérő Endre. Látja, hogy felesége koporsóba tér. A gyilkosok után kutakodik. A csendből Bánk-Bánk kiemelkedik. Endre és Bánk-Bánk birkoznának. De helyette sólom vár le Bánknak pár. Mikál Somát Endrének ajánlja, aki Bánk fia és ő sajnálja. De Tibort hozott egy kicsit jobban. Nyárson süt Melindát, ez Bánknak. Otto emberei adták a lángot. Melinda így hát elpárol. Bánknak megadott a lehetőség, hogy eltemesse Melindát feleségét. Csumisztok csaj. Csumisztok skacok. Bam dam dam da ram da ram bam dam dam da ram da ram.